Már jó ideje rebesgették, hogy folytatást vagy rebootot kapna az egykor évente jelentkező fűrész sorozat. A végül 7 epizódot megélt franchise 2010-ben kilehelte a lelkét, és a lesújtó kritikák, valamint az egyre lany melegebb visszajelzések után a készítők is belátták, hogy egyszerűen nincs több a fűrészben. Nos, mindössze 7 évet kellett várnunk arra, hogy meggondolják magukat. Az alapok nem is sikerültek rosszra. A rendezésre a Spiring tesókat kérték fel, akik az egyik legelborultabb zombi vígjátékot, a Zombik városát készítették, valamint a 2000-es évek egyik legjobb sci-fi-ét, az időhurkot. Mindkettő behatárolt területen játszódik, erősen karakterközpontúak és nem utolsó sorban alacsony költségvetésűek, ami a fűrészfilmeknél mindig szempont volt. Még az utolsó részre sem költöttek 20 milliónál többet. Két ennyire eltérő zsánerben is kiemelkedőt alkotni biztos kezű rendezőre vall, szóval ezen már nem lehetett elcsúszni, még akkor sem feltétlenül, ha Piranha 3D és 3DD íróit kapod magad mellé. Ma már elmondhatjuk, hogy ha valaki beül egy fűrészre, tudja, hogy mit vár. Pár áldozatot, halálos feladványokat, némi cafatolást és egy rejtélyt, hogy miért pont ezt a 4-5 embert nézzük szenvedni, és nem másokat. Mi az összefüggés köztük? Ez most is így van, megint kapunk 5 szerencsétlent egy pajtában, akik mindenféle furmányos csapdával vannak körülvéve, és rá kell jönniük, mit keresnek ott. Miközben egy másik szálon zajlik a nyomozás, mint rendesen, hogy a franchise-ra jellemzően a végén lelepleződjön a valódi gyilkos, és felfedje magát a valódi szándék. A fűrész franchise-nak azonban többre volt szüksége egy egyszerű folytatásnál, hiszen, mint fentebb mondtam, egyszer már abba hagyták a színvonal meredek zuhanása miatt, tehát valahogyan új alapokra kellett helyezni az egészet, hogy tényleg azt érezzük, amit a cím is sugall, hogy újra játékban vagyunk. Gondolom mindenki kitalálja, hogy ez távolról sem sikerült. Nem azzal van a baj, hogy a mostani fűrészre úgy általában nem lehetne ráismerni, mert a stílusjegyekben nincs hiba. De minden szempontból félárbócra eresztették ezt a filmet. Az áldozatok sekélyesek és irritálóak, a nyomozói szál, amikor éppen nem közhelyes, akkor még a CSI-nak is vállalhatatlanul kínos lenne. A csapdák pedig ismét nem logikáról tanúskodnak, hanem arról, hogy a kirakós minden bizonnyal jó tehetség és a jövőbe lát. Távolról sem érződtek a nyomok és a feladványok olyan összeszedettnek, mint az első részben, amit ennyi év távlatából lehet nem fair reklamálni, de egy kvázi reboot esetén talán mégis elvárhatnánk. Egyébként az eredetiben én kifejezetten szerettem, hogy nem rág mindent az ember szájába, amit nyilván fokozatosan kinyírtak a folytatások, hiszen azok kifejtetlenül maradt szálakra kellett épüljenek. A mostani rész egészen elképesztő lépést vállal be etéren, például az első rész hátterének jelentős mértékű árnyalását, ami szerintem egy fokkal bátrabb próbálkozása szükségesnél. Éppen ezért, ha van olyan közöttetek, aki számára az első rész szent és sérthetetlen, és nem akarja azt egy fárasztóan identitás sérült új epizóddal inflálni, az bátran hagyja ki. Mindenki más viszont simán tehet vele egy próbát, mert nekik csupán egy átlagos horror thriller lesz jobb napokat is látott körítésben. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, és kitartás. Jövő héten nézzük a Thor Ragnarököt. Sziasztok!